A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, ismét itt a kezdőkör, két hét után, mert múlt héten technikai okok miatt sajnos nem tudtunk adást rögzíteni, de reméljük, hogy azért az ismétlés is kellően szórakoztató volt, úgyhogy most felvesszük újra az elejtett fonalat, ráadásul nagyon friss és aktuális témákról beszélgethetünk a stúdióban, még pedig lehet mondani, hogy megszokott vendégeinkkel, itt van velünk Beke Zsombor, a Fejér megyei Hírlap, a Felvon újságírója, Markos Szilárd kollégám a Médiacentrum szerkesztőségéből, és Németh Krisztián, aki egyszerre a FEOL és a Médiacentrum munkatársa is. Köszöntelek titeket! Azt gondoltam, hogy majd úgy kezdjük ezt az adást, hogy hát a magyar válogatott nagy sikerét fogjuk ünnepelni, az Európa, illetve a Nemzetek Ligája négyes döntőjének esélyeit már egy kicsit latolgat, tehát végül is latolgathatjuk, csak ugye a mieink sajnos nem lesznek ott, miután tegnap a Puskás stadionban tényleg óriási hangulatban rengeteg magyar néző előtt 2-0-ra kikaptak Olaszországtól, ami eredmény, hogyha így tényleg önmagában nézzük, vagy akár kiragadjuk a kontextusból, és nem tesszük mellé, mögé az elmúlt hetek, hónapok szenzációs eredményeit, akkor még csak azt sem mondhatjuk, hogy a nagyon szégyen teljes lenne. Viszont hát ugye úgy mentek ki a magyar válogatott ennek a meccsnek, hogyha akár csak egy döntetlent játszik az erre mindig jó olaszokkal, akkor megnyeri az európai csoport küzdelmet, és bejut a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe. Ehhez képest jelen pillanatban egy kicsit azért keserű a szánk íze, hogy ez nem sikerült, viszont csoport második lett Németországot és Angliát megelőzve a magyar válogatott. Van persze fehérvári vonatkozása is, hiszen ott volt a kezdőcsapatban is tegnap két MOL-Fehérvár játékos, úgyhogy ők alaposan kivették a részüket az előző sikerekből is. Hát azt tudom, hogy Krisztián ott volt a meccsen, mert ugye Kajzer Tomival láttam egy jól sikerült fotót a szünetben posztolni, gondolom csak ezért mentél fel, sok tízezer honfitársunkkal ellentétben. Nem, ők is azért mentek, csak nem találkoztak Kajzerval. Csak nekik ez nem adatott meg, igen. Hát gondolom, hogy a maga az eseménynek a hangulata azért kellően magával ragadott téged is a magad szenvedélyes módján, mert azért itt majd beszélünk nyilván Szalai Ádámról és az ő búcsújáról, ami külön megemelte ennek az egésznek a lehet mondani egy kicsit a hangulatát. De hogy milyen érzések vannak benned, vagy bennetek azok után, hogy most így csalódásként éljük meg, hogy nem győztük le az olaszokat, és nem jutottunk a négyes döntőbe? Ez egy jó gondolat, hogy ott tartunk, hogy csalódásként éljük meg, hogy nem jutottunk egy Nemzetek Ligája négyes döntőjébe. Szerintem ezek a mondatok mindent elmondanak az elmúlt mondjuk másfél-két évről, ami a válogatottat illeti. Szerintem örüljünk ennek a második helynek, németeket, angolokat megelőztük. Ez most nem sikerült, de megyünk tovább. Én tegnap volt egy kis időm, úgyhogy az egyik friss szerzeményemet az interneten vadászott, potton pénzért megvásárolt Futball 93 című kiadványt lapozgattam. Nekem szerintem az megvolt otthon. Hát mondhattad akkor volna, mert akkor nem keresgettem az interneten. Na mindegy, és ezt nézegettem, és hát nézegettem, hogy a válogatott meccsek akkor hogyan alakultak. Jenne Imre, Puskás Öcsi bácsi, Verebes József is volt a Kotán kapitány, hát borzasztó volt nézni azt a listát. Egyik másik meccse még úgy, ahogy emlékeztem is. És hát ezek után, azért mondom ezt, mert óriási a kontraszt. Tehát egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy nihil, de hát mindannyian tudjuk, hogy azért milyen állapotban volt a magyar futball egésze, nem csak a válogatott. Persze voltak azért kisebb-nagyobb ilyen fellángalások, például itthon egyszer megvertük a svédeket Halmai Gábor korai góljával, de szóval ezek tényleg ilyen kis csillagszórok voltak, és most tényleg ott tartunk, hogy a világ legjobbjaival nem, hogy pariban vagyunk, hanem képesek vagyunk őket legyőzni. És a mérkőzésnek a maga hangulata is valami egészen
elképesztő, óriási, tehát egy fiesta volt a mérkőzés, már a meccset megelőzően is. Tehát az, hogy az éjjel nem érhet véget, az skandálja a tribűn, az oké, okay. De hogy Korda György reptér című dalát, tehát óriási buli volt. Ezt talán ne a válogatott érdemére tudjuk nem, csak azért mondom, hogy... A retro slágerek azok más tészta, de... Óriási buli volt a Puskás Arénában, és az olasz újságírók, ült mellettem jó néhány, akik szerintem már sok mindent láttak, nagyon-nagyon sokszor videózták azt, mi történik az arénában, és fotókat csináltak, és élőben haza videótelefonáltak. Szóval itt tart a szurkolás. És a csapat is ugyanezen a szinten van, mert én azt kell, hogy mondjam, hogy a 80. percben is hittem abban, hogy ebből még lehet X. És azt gondolom, hogy ennek a csapatnak a teljesítményéről ez mindent elmond. Voltak persze szerintem olyan teljesítmények tegnap, amik nem voltak annyira kiemelkedően jók, de nyilván ne vegyük ezt a csapatot csapatként, és ne poroljuk el egy vagy két emberen az aktuális sikertelenséget. De számomra óriási élmény volt, és tényleg, hogy az olaszokat így tudtuk a kapujuk elé szegezni, és az, hogy 30 másodpercen belül 4 gólt lőhettünk volna, hanem Donnarumma ehelyett kaptunk egy másikat. Igen, ez ilyen szokott lenni. Hát Donnarumma nem hiába. Beszéltünk a meccsről nyilván önmagában, beszéljünk is, beszéltünk az egész menetelésről, vagy erről a Nemzetek Ligájáról, ahogy idáig eljutottunk. A hangulatról azért annyit, hogy ezt nagyon sokszor hallottuk, egyébként a magyar futball sanyarú éveiben is, de más sportágak kapcsán pláne, és tényleg az a baj, hogy szurkoló világbajnokság nem létezik, mert azt gondolom tényleg világviszonylatban, ami Magyarországon tud lenni egy eseményen, az mindig, ezt mindenki elmondja. Tehát tényleg ide jön, és emlékezhetünk, hogy mondhatjuk, hogy azért vízilabda világbajnokságot, vagy Európa bajnokságot sehol máshol nem rendeznek 10 000 meg 20 000 néző előtt. Én ott voltam, amikor néhány éve a Margit szigeten volt a döntő, és szurkolói zónában kellett nézni a volt úttörő stadion területén sok ezer magammal, óriási kivetítő, mert nem fértek be az emberek egyébként a szigetre, és vízilabdáról beszélünk, tehát nem dehonestáljuk, de tudjuk, hogy hány országban és hány néző előtt zajlik. De mondjuk tényleg kézilabda világesemény, jégkorong, hát most tényleg beszélünk majd hokiról, meg beszéljünk arról, hogy a magyar szurkolók mit műveltek Szentpéterváron, vagy bárhol a világban, ahol arról születtek cikkek, hogy egyébként a csapat kis túlzással senkit nem érdekel, de amit a szurkolók művelnek, az szájtátva bámulja a világ. Tehát, hogy ebben marha jók vagyunk, néha egy kicsit azért is, mert ez jutott nekünk, tehát, hogy sikerek ilyen legalább a szurkolásban jók legyünk. Úgyhogy elképesztő élmények vannak ilyen tekintetben. Valahogy úgy tűnik, hogy a magyar néplélekhez ez hozzátartozik, hogy közösen örülni, szurkolni, vagy éppen bánkódni, az nekünk nagyon megy. És azért még egy dolog a szurkolók kapcsán. Majdnem végig tapsolták az olasz himnuszt. Ja jó, hát ezt kiemelte a kommentátor is, azért erről nekem kicsit markánsabb véleménye van, tehát szerintem ez... ez azért lett kiemelve, mert hogy más szurkolók, más himnuszoknál, meg akár a mieink is olykor korábban nem így viselkedtek. Szerintem ez lenne az alap, ez lenne a normális, hogy legalábbis nem fütyülünk bele, meg nem fújolunk a himnusz alatt. Ez ütemes taps volt a nemzeti himnusz. Jó, az olasz himnusz lehet rá tapsolni. De én ilyet még nem hallottam, soha. Majdnem az egész himnuszt végig tapsolta a közönség. Ez nem tudom, hogy aktuális, de ez milyen érdem? Tehát, hogy ez most... Hát te hallottál már ilyet? Hát azt hitták, hogy lehet, hogy Rossi mesternek szólt, ugye, mert Olaszországgal játszottunk, hogy nyilván ő is olasz származású. Nem tudom pontosan, hogy minek szól, de én még ilyet nem tapasztaltam. Azt olvastam, hogy tisztelet volt a mester felé is származása kapcsán. Hát akárhogy is veszük, ez egy nagyon szép gesztus volt. Mindig jó mémek születnek abból, hogy most így a tévén nézve nem is ült annyira át, hogy az olasz válogatott tagjai, hogy hát nem énekelni, inkább ordítani szokták a himnuszokat ezzel a totális átszellemültséggel. Hát az olyan himnusz. Ez most nem emiatt lett valóban, hanem de nyilván jól tapsolható himnusz egyébként az olaszoké. Szóval a szurkolás az tényleg meg a hangulat fergeteges volt, emelkedett ugye a végén is, amikor Szalai Ádám aztán tényleg elbúcsúzott a
közönségtől. Magáról a meccsről nem tudom, hogy vélekedtek. Nagyon eszembe jutott, amit itt a Vidi Köln mérkőzés kapcsán beszéltünk többször az elmúlt hetekben, mert hogy 2-0 után, amikor jó egyébként az olaszok valóban kicsit kicsekkoltak a meccsből, tehát ők úgy gondolták, hogy akkor ez így rendben is van, mehetünk haza. Már előtte is előfordult, hogy tényleg Donnarumának kellett óriásiakat védeni, de utána jött egy olyan 25 perc, amikor gyakorlatilag a térfelünkre nem jöttek át az olaszok, és részben azért, mert a magyar válogatott megmutatta, hogy képes labdát birtokolni és veszélyesen játszani, de nekem ez az első félidőből azért bántóan hiányzott, tehát mintha egy kicsit ebben a kétséges állapotban mentünk, hogy hát jó is a döntetlen tulajdonképpen, de azért itt van 70 ezer ember, de megvertük a németeket, hát, tehát hogy úgy nem volt meg az identitása a csapatok, hogy valójában mit szeretne ettől a meccstől, és hát elkövetett egy olyan hibát, amit az olaszok meg kíméletlenül kihasználtak, nyilván más pályára terelve az egész meccset. Hát igazából nekem az a véleményem, hogy ez a mérkőzés és ez a Nemzetek Ligája rajtunk kívül az olaszoknak volt még nagyon fontos, ugye most az utolsó mérkőzését mondhatjuk az angoloknak is, meg a németeknek is, hogy nem hagyták magukat, mert itt csak rangadó, az ugye 3-3 lett, és akkor arra a meccsről ennyit is visszatérve. Azért volt nagyon fontos ugye az olaszoknak, mert nekik óriási nemzeti blamájuk az, hogy nem jutottak ki most a világbajnokságra, és hát mondják, hogy az a 4 elpazarolt év most tényleg arról fog szólni, hogy most törleszteni kell a számlát. És hát mivel lehetne törleszteni, most éppen az aktuális sorozattal, a Nemzetek Ligájával, tehát nekik ugyanolyan, ha nem fontosabb volt ez a mérkőzés, mint számunkra, és ezért én azt mondom, hogy tőlük úgymond bármikor ki lehetett kapni, most pedig ki is kaptunk, tehát ki lehetett tőlük kapni. Ahogy láttuk, nem volt reménytelen a helyzetünk, de én néztem a meccset veletek együtt, és gyakorlatilag nem tudom, hogy nektek mikor esett le az az érzés, amikor tényleg azt lehet mondani, hogy hát ezen a meccsen, ameddig hát nyilván a 4 kihagyott helyzet után, ami fél percen belül következett be, hogy ezt a mérkőzést ugye holnap reggelig játsszuk, akkor se lövünk gólt, bennem így felmerült ez a gondolat, ugye szokták ezt mondani. Igen, vannak ilyen mérkőzések, és tényleg azt érezte az ember, hogy Donnarumma bent tartja az olaszokat a meccsben, és aztán nagyjából ezzel le is tudták rendezni, hogy meg tudták úszni. Abban egyetértek veled, hogy az olaszok számára nyilván fontos most, hogy egy kicsit kiengesztéjék a szurkolóikat. Európa bajnok válogatottról beszélünk, tehát amelyik a legnagyobb, legutóbbi világversenyt megnyerte elképesztő módon visszatérve tulajdonképpen. Tehát azok után, hogy az előző VB-re sem jutottak ki, megnyerték az Európa-bajnokságot, ez valami hihetetlen hullámzás, és aztán jött megint a hullámvölgy, hogy Európa-bajnokként kiestek a VB-ről. Én még azzal egészíteném ki, hogy én azt éreztem egyébként a kinti olaszországi meccsen is, itt is, hogy ők voltak azok az ellenfelek, akik hajlandóak voltak komolyan venni a magyar válogatottat. Akik készültek belőlünk, akik pontosan tudták, hogy melyik pontján támadható a magyar válogatott, és ott is támadtak. És amíg olyan hibára kényszerítettek minket, vagy hát ha nem is kényszerítettek, de mégiscsak kicsikartak egy olyan hibát, amiből gólt tudtak szerezni, addig ez pontosan érezhető volt, hogy Mancini erre nagyon felkészítette a csapatát. Nyilván óriási dolog megverni Angliát Angliában, pláne 4-0-ra itthon legyőzni, nagyon nagy dolog nyerni Németországban. Valószínűleg az a két válogatott, akár tudatosan, akár tudat alatt, sokkal kevésbé volt úgy vele, hogy ezt a magyar válogatottat érdemes komolyan venni, és aztán a pályán döbbentek rá, hogy teljesen fegyvertelenek és tanástalanok a mieinkkel szemben. Tehát az olaszokon azt éreztem, hogy nem csak a saját motivációjuk, hanem az ellenfél kellő tisztelete miatt is egészen máshogy álltak ezekhez a mérkőzésekhez. Lehet benne igazság, bár mondjuk a németeknél ugye pont itthon döntetlent játszottunk talán velük, hogy Angliát megvertük, tehát az ő fejükkel gondolkodva, talán komolyan vehet, ha a te gondolatmenetet folytatjuk, akkor komolyan vehették volna a kinti mérkőzésünket. Hát szólamok szintjén biztos, hogy komolyan is vették, meg bennük volt, de itt jön az, amiről Szilágyi is beszélt, hogy magához, az egész Nemzetek Ligájához, hogy áll hozzá egy szövetségkapitány, egy válogatott. Az olaszokkal ellentétben ők ott lesznek a VB-n, az angolok és a németek is, tehát nekik azért ez egy felkészülési periódus is, hiszen maga konkrétan a világbajnokság előtt egy héttel még bajnoki meccseket fognak játszani a csapatok, tehát itt a szövetségi kapitányoknak olyan minimális mozgásterük lesz, ami még soha nem fordult elő nagy világverseny előtt.
Nekem van egy ilyen érzésem, ami azt érzem, hogy van úgy általában a társadalom azon részében, akik nem feltétlenül sportszeretőek, vagy nem követik a magyar válogatottak, meg azokban is, akik mondjuk sportszeretőek egy részében, akik ilyen nagyon szkeptikusak, és hogyha megy a szekér nekünk, akkor azt mondják, hogy nem vettek komolyan az ellenféle. Kiket küldött fel a pályára? Persze, hogy megvertük őket. Szóval ezen szerintem már túl kellene lépni. Egyszerűen megvertük Angliát, mint a húzat kétszer, és szerintem tegnap egy olyan vereséget szenvedtünk, amit igazából nem kell magyarázni. Ez most így sikerült, de szerintem a csapat mindent megtett 94 percen keresztül azért, hogy vezetést szerezzen, aztán, hogy egyenlítsen. Csak hadd mondjak egy történetet. Egy lányismerősömmel beszélgettem még az olasz meccset, és azt mondta nekem, hogy a német-magyar kapcsolatja. Szerencse. Ezért nyertünk, mert szerencsénk volt. És kérdeztem, hogy láttad a meccset? Nem. Tehát, hogy van egy ilyen sztereotípia, hogy na, azért jutottunk ki 2016-ban az EB-re, mert megnövelték a létszámot, aztán azért vertük meg az angolokat, mert nem vették komolyan, most az olaszok komolyan vették, most ezért, szerintem ezeket el kellene engedni. Azt mondtuk a magyar néplélek, meg a szurkolás kapcsán, hogy milyen világszinten is unikum, nyilván az is hozzátartozik a magyar néplélekhez, hogy mindig jobban tudja, meg mindig magyaráz. Igen. Egyébként, de szerintem nem jó. Két dolog jutott eszembe, az egyik a relativizálás kapcsán, hogy Dárdai Pállal olvastam egyébként most egy interjút a Mandineren, és az ő korszaka kapcsán felvetik, hogy amikor ő 67-szeres, azt hiszem, válogatott volt, akkor hát ugye töredék sikerélmények sem jutottak, és mondja, hogy valóban, mert azzal együtt, hogy olyan egyébként nemzetközi szinten komoly karrier befutó magyar játékosokkal játszott együtt, mint Gera Zoltán, mint Juhász Roland, mint Szabics Imre a válogatottban. Ezek a válogatottak tényleg örültek, hogyha a harmadik helyen tudtak végezni, viszont hozzáteszi, hogy amikor harmadik helyen végeztek, mondjuk Egervári Sándor irányítás alatt többször is, a jelenlegi lebonyolításban akár akkor is kijuthattak volna az EB-re, tehát azok az eredmények, amik a pótselejtezők nélkül nem értek sokat, azok ma egy másik szisztémában, akár így a Nemzetek Ligája szűrőn keresztül, akár érhettek volna kijutást. Igen, de mondjuk azért nem kapunk ki 7-1-re az Üllői úton, mondjuk jugoszláv utódállamtól. Jugoszláv utódállamtól, csak azért mondtam, mert most már ugye nincsen, de hogy azért becsúsztak ilyenek. Becsúsztak, persze, meg Hollandiában is becsúsztak csúnya vereségek. Ez az, de most nyilvánvalóan fejlődött a magyar válogatott, de akkor egy másik, és ezt most akkor felolvasom, ez egy idézet, lehet, hogy ti is olvastátok. Kajzi? Nem, relativizálás kapcsán. Azt mondja, hogy ha eljutunk 10 pontig, és egy mérkőzéssel a vége előtt 2 ponttal vezetjük a csoportot, akkor az ember másban gondolkozik, mint amit a realitás mutat. Ettől függetlenül, ha megnézzük, hogy mi hol játszunk, honnan kerültünk, hova, akkor egyetlen embernek jár köszönet, Marco Rossinak. Ő ebből a válogatottból, a stábjával együtt olyan csapatot hozott össze az elmúlt 2-3 évben, amely erőn felül teljesít. Ezt Szalai Ádám nyilatkozta. És hát azt gondolom, hogy ha valaki, akkor ő tényleg hiteles, annál is inkább, mert tudjuk, hogy neki azért komoly igazságbeszédei voltak a magyar futballban. Tegnap az ünnepi hangulatban mondta ezt. Tehát nem relativizálás, de azt gondolom, hogy tényleg helyén kell kezelni a magyar válogatottot ma is, ahol a világban tart, mert nem az a realitás, hogy nekünk Németországot kell legyőzni, pláne Angliát megcsapni Angliában, hanem ezek ilyen rettenetesen komoly erőn felüli és realitáson felüli teljesítmények, hiszen valóban az a Callum Stiles, aki tegnap bejött és egyébként minőségi javulást hozott Nagy Ádám helyén a csapatba, egy az angol másodosztályból csont nélkül kizuhanó csapatból kerül ki, és csak azért nem játszik most angol harmadosztályban, mert ugye az utolsó pillanatban sikerült őt mégiscsak a Millwallhoz szerződnie. Tehát azért ez nem ugyanaz a szint, ahol akár a tegnapi olasz, hozzáteszem, inkább olasz B vagy C válogatottnak minősülő csapat játékosai kikerülnek. Igen, de azért, ha már Szalai Ádámot meg az igazságbeszédeit említetted, azért ne felejtsük el, hogy volt neki egy másik teljesen jogos felvetés a sajtónak, amikor ugye azért állították őt pellengére, hogy milyen régóta nem lőtt már Gold Mines-ban. És mindig ezzel jöttek, hogy ugye hát
szar vagy, ugye? Ugye, már bocsánat. És erre ő azt mondta, hogy nehogy már mindig ez legyen a téma. Hát ez váltotta ki neki azt a szenvedélyes beszédét, ami után aztán gyorsan el is felejtették a válogatottnál nyilván felsőbb utasításra, hiszen ő egyszer ugye egy ilyen hollandiai blama után mondta azt, hogy hát azért a magyar szurkolók és maguk a játékosok is be vannak csapva évtizedek óta, nem készítik fel olyan szintre, hogy bárki számon kérhesse, hogy miért kap ki Hollandiában. Igen, Szalai nagyon sokszor szembesült nyilván a magyar közvélemény és a magyar sajtó igazságtalanságával. És hogyha már nála tartunk, akkor azért a tegnapi mérkőzéstek ugye a főszereplője is valamilyen szinten ő volt, ha nem is a meccsel magával, hanem azzal, hogy elbúcsúzott a válogatottól. Ezt szintén idézem, ez pedig Kálnoki Kis Attila, aki volt itt a műsorban, ugye újságíró kolléga szedte össze, hogy az elmúlt 13 évben 86 válogatott meccsén 78-szor kezdő volt, összesen 6453 percet játszott, többnyire két védővel a nyakán, labdáért verekedve a félpálya magasságában, egy olyan nemzeti csapatban tette mindezt, amely jobbára védekezett és kontrázott, így szerzett 26 gólt, vagy 243 percenként egyet. Ez egészen elképesztően elismerésre méltó teljesítmény, és hát nekem a nagyon nagy kérdés, azon kívül, hogy majd mikor lecseng ez az emelkedett ünneplés, hogy mi lesz velünk Szalai Ádám nélkül. Nem azt mondom, hogy egy játékos határozza meg egy csapat eredményességét, de bevallom őszintén a fasorban nem látom azt, aki az ő szerepét, ezt a fajta labdával szembeni labdáért harcoló, és mellette még 26 gólt szerző játékot hozni fogja. Hát nyilván más lesz egy kicsit a felfogás, de most egy kicsit tovább menve az, hogy ugye említetted, hogy kiket kell nekünk megvernünk, hát majd ki fog derülni, hogy kiket kell nekünk megvernünk, ugyanis ugye az, hogy jól szerepeltünk a Nemzetek Ligájában, azt jelenti, hogy kiemeltek leszünk majd a következő németországi 2024-es Európa-bajnoki sorsolásnál, és ott például ugye az olaszokkal nem játszottunk, mert szintén a kalaposak, úgyhogy az, hogy kiket kell megvernünk, majd akkor fog kiderülni, és papíron nálunk gyengébb válogatottal sorsolnak majd minket össze. Papíron gyengébb? Hát mondjuk a második kalap azért... sorsolatnak, bocsánat, sorsolatnak. Tehát ha azt mondjuk, hogy első kalap, mert második kalap, akkor igenis jelent valamit. Szerintem papíron igen, egyébként olvastam, hogy összejöhet egy olyan selejtező négyes, vagy ötös, ahol nem tudom, Izrael, meg Gibraltár, meg Örményország kerül mellénk, és akkor majd nyilván kötelezően azt mondjuk, hogy onnan tovább kell jutni. Hozzátéve, hogy Albániától ugye kétszer kaptunk ki az előző sorozatban például, de hát azért nem az lesz a papírforma, hogy miért ilyen gyengébb csapatokat fogunk nem kapni. Nem az lesz a papírforma, de az, hogy mostanában, és szerintem a magyar labdarúgásnak szerencsére, és a szurkolóknak is a szerencsére erős csapatokkal játszhattunk, ezek felkészítettek minket arra, hogy ahhozzánk mondjuk játék erősségben, papíron megint csak ezt mondom, közelebb lévő csapatoknál igenis, hogy jobbak legyünk és jobbnak kell lennünk majd a következőkben. Hát őszintén sajnálom, hogy visszavonul a Szalai Ádám, de nem tudom, hogy van-e még valami a háttérben, de nekem ez egy ilyen nagyon hirtelen jött valami. Nem? Tehát szerintem ő azért... Hát ahogy te is... 35-6 éves? 36 éves. Felsoroltad az érdemeit, hát ez mégiscsak azért erőssége a válogatottnak, és azért... Figyelj, azért ő most már ugye a Bázelben sem tud igazából kezdőjátékosként stabil pályára lépéseket produkálni, és hát azt megint csak a Dárdai Pali mondta valahol, hogy ez az akkor, amikor az ember érzi, hogy fejben még nagyon tudja, hogy mit kéne csinálni, de a teste már nem úgy. Igen, hát ezt elfogadom, persze nyilván nem a realitás, hanem a szomorúság beszél belőlem, de valahogy nekem ez ilyen hirtelen dolognak tűnik, már csak azért is, mert mi van, hogy a tegnap X? De és nélküle játsszuk a négyes döntőt. Ez az egyik, a másik meg az, hogy ugye nagy visszavonulások voltak mostanában a sportvilágban, elég csak Federerre gondolni, aki ugye tényleg érezte, meg mi is láttuk ugye a teniszmérkőzéseken, meg a tornákon, hogy egyrészt nem volt ott, másrészt meg nem is tudott volna ott lenni ugye a sérülései kapcsán, ami ugye azért Szalai Ádámnál nincs meg, tehát aki bejön a mérkőzésre és egy sarkazós gólt így tök lazán bepattint, ott azért még egy-két meccs biztos, hogy benne hát, van, úgyhogy az biztos, egyetértek a Krisztiánnal, hogy ez nagyon váratlanul jött. Ez teoretikus, hogyha bejutottunk volna, akkor esetleg meggondolja magát. Azért úgy ismertük őt meg, mint aki tényleg nagyon karakánul, nagyon határozottan képviseli a mondandóját. Nem gondolom, hogy ő azért akarta bejelenteni a visszavonulását, hogy aztán két meccsel később meggondolja magát. Szerintem ő pontosan érezte, hogy ebben ennyi volt. Én azt sajnálom nagyon, hogy az ő jelentőségét és a játékának a színvonalát
és akkor most megint lehetne idézni a magyar közvéleményt, sokkal több kritika érte, mint amennyi dicséret az elmúlt években. Pedig nem csak ezek a számok, hanem főleg a Rossi csapat filozófiájában, játékában, szerkezetében betöltött szerepe. Én ebben látom őt, hát ha nem is pótolhatatlannak, de nagyon-nagyon nagy veszteségnek. Bejött Ádám Martin, aki súlyban megvan Szalai, meg mondjuk lehet, hogy még többször is, és láttuk, hogy a magyar bajnokságban, meg Dél-Koreában gólerős, de itt nem csak a gólerősségről van szó, hanem tényleg erről a megnyert párharcokról, a védekezés indításáról, a letámadásban, a helyezkedésben, a többiek irányításáról, és hát akkor még az öltözőben betöltött mentális vezető szerepről nem is beszéltünk. Hogyne. Egyébként Ádám Martin, csak visszautaljak egy néhány gondolat elejéig a mérkőzésre, ő azt mondta, hogy ez mindenhol 11-es lett volna. Az a kétkezes lökés a hajrában, amikor jó, mondjuk, hát realitása nem sok. Inkább a lábát. Hogy a kis vékony olasz védő az Ádám Martint így megsuhintja, és akkor felborul a Martin, tehát ez azért nem annyira reális, de valóban ez történt. Igen, az szerintem is fújható volt, és amúgy visszatérve a meccsre magára, ez egy hát, hogy is mondjam, erős közepes olasz válogatott volt, amit egyébként még a magyar válogatott is be tudott szorítani a kapuja elé. És még úgy is, hogy tényleg azt éreztem 60 percen át, hogy az ő meccs tervük az egy felkészült edző koncepciójából kifolyólag megveri a miénket, és jobbak. De ott aztán Donnarummának tényleg legalább 4 elképesztő bravúrja volt a meccsen. Tehát még egy szerintem a német meccshez képest gyengébben játszó magyar válogatott egy annál gyengébb ellenféllel szemben is simán nyerhetett volna, hogyha mondjuk a kapus nem fog ki ilyen szenzációs napot az ellenfélnél. Most azon gondolkozom egyébként, hogy ki, tehát hogy most tudtok olyat mondani így első blikre, aki a Szalai szerepét képes. Nincs magyar lenne, tehát nincs. Hát van külföldön játszó fiatal, van olyan, akit lehet látni az U21-es válogatottban, tehát ez a magas labdatartásra képes, esetleg kombinatív játékban is használható, de jelen pillanatban nyilván nem tudjuk még ezt, hogy ki lesz, aki valóban ezt be tudja tölteni, ezt az űrt, mert a most már rutinnal rendelkező fiatal, vagy nem ennyire idős játékosok közt én nem látom. Az más kérdés, hogy ott van például ugye a Kerkez Milosnak az esete, hogy Rossi azért bátran nyúl a fiatalokhoz. Hát bízunk benne, hogy valaki majd... Én azt gyanítom egyébként, és még egy gondolat erejéig szeretném afelé is terelni az egész szereplésünk kapcsán a szót, hogy magyar csapatban, magyar bajnokságban játszó játékos ilyen nincs jelen pillanatban. Tehát én nem hiszem, hogy bármelyik magyar játékos nézzük, aki szóba jöhet a válogatottban, ő most itthon található lenne ilyen. Nincs. És ez amúgy valahol nagyon szomorú középtávon is, hogy nincs magyar csatár. És hát ez esetben jön az, amit én persze ócska poénak szánok, hogy akkor körül kell nézni a felmenők között, mert ahogy Callum Stice magyar válogatott lehet, úgy hátha van valahol egy jó skót center, vagy egy velszi idol, aki apai ágon, nem tudom, harmadik Ziglen magyar. Ez nyilván poén, de... Akkor beszéljünk tényleg arról, hogy az egész magyar futball hol van most. Mert mondta Krisztián, hogy 93-as évkönyvben persze, hát hogy mennyire gyengék voltunk akkoriban, de akkoriban tényleg a Vasasból, a Honvédból, a Dózsából, a Fradiból, meg a nem tudom, Vidiből kellett válogatni. Most játszott 4 olyan játékos egyébként ezeken a mérkőzéseken, akik nem tudnak magyarul. De picit azért szerintem nem menjünk el abba az irányba, hogy most Szalai visszavonul, és akkor temetjük a csapatot, mert hogy nem tudjuk... Ja nem, a csapatot nem temetjük, az ő szerepköréről beszéltünk. Az ő szerepkörét, azt igen, de az látható, hogy a csapat nagyon jó és egybe van. Szalai visszavonul, lesz majd más, aki gólt lő, lehet, hogy egy másik felállásban kell játszani, tehát nyilván nem lehet ugyanazt megjátszani, mert Szalai éveken keresztül azt játszotta, amit játszott, és tudatosan játszottatták, hogy van ilyen szó, az edzők vele ezt a játékstílust. Ugye néhány évvel ezelőtt még nagyon sokan nem értették, és te is mondtad, hogy mennyi negatív kritikát kapott, mert hogy ő csak megszerzi a labdát, ő csak visszafelé játszik, rajta mindig ketten vannak, akkor biztos rosszul helyezkedik, hogy mindig a védőkkel a nyakán kell játszania. Nem, hát ez volt az ő játékstílusa, és Rossi ezt nagyon jól ki tudta használni, illetve most a utóbbi években ugye láthattuk, hogy ugye EB-n is voltunk,
itt voltunk most a Nemzetek Ligájának a végjátékában szinte, hogy mennyire hasznos az ő játéka. Nyilván mindez kicsit felmagasztalódik azzal, hogy most visszavonul, ugye megfölemlegetjük azokat a szituációkat, amelyek Szalai Ádámot Szalai Ádámát tették, és utólag inkább a pozitívumokat emeljük ki. Más csatárok majd más játékstílusban fognak játszani. Jó, hát én azt mondom, hogy ha csak annyi gólt rúgna egy csatár, mert most hagyjuk is, hogy akkor a tényleg a taktikában, meg a csapat szerkezetben ő milyen szerepet töltött be, ezt nyilván Rossi tudja meg, aki ért a futball, az azért látta, de ha csak az eredményességét, és azért a németek külön megemlegethetik, mert ellenük az Európa-bajnokságon és most ezen a Nemzetek Ligája meccsen is parádés, tehát nem csak úgy gól, de parádés gólokat szerzett vetődőses fejessel, sarkazással. Én emlékszem még, amikor fiatalként bekerült, ott talán éppen San Marinót lebuciztuk, majdnem félpályáról emelt gólt, tehát hogy neki azért megvoltak azok a villanásai csatárként, amíg jóval több annál, hogy egyébként jól megtartja a labdát. És hát ezt is nagyon nehéz lesz pótolni. Az biztos, de hát reméljük, hogy majd csapat szinten sikerül. Szóval azt akartam mondani, hogy tényleg annyira globalizálódott, annyira változott a futball, és nyilván erről megint lehetne sokat vitatkozni, és sokan behozzák a politikát is, mert én nem akarom, de amikor Loic Négo, Willy Orbán, Callum Stiles, vagy akár Kerkez Milos, aki szintén inkább csak töri, mint beszéli a magyar, játszik a magyar válogatottban, akkor nem tudom, hogy igazságos-e összehasonlítani mondjuk 1993-mal, meg akár még 10 évvel ezelőtti állapotokkal is, hiszen azt látjuk, hogy ezeknek a honosított, idegenből hozott, nem magyar futballban nevelkedett, más szintről érkezett játékosoknak olyan szerepük van a magyar válogatottban, mint a légiósoknak a Fradiban, ami kapcsán szintén szokták kérdezni, miért nem játszanak magyarok. Hát miért nem játszanak magyarok az Európa Ligában, meg a Bajnokok Ligájában? Mert Willy Orbán ott játszik, meg a Loic Négo játszott az Európa Ligában, de hát ők nem a magyar futball termékei, ahogy egyébként Szoboszlai Dominikit is nehéz annak tekinteni. Nem is kell annak lenni szerintem, mert ugye, hogyha valaki jól játszik, akkor nem is biztos, hogy csak a magyar mentalitás ilyen, de ugye a felsorolt játékosok mindegyike remekül teljesít a válogatottban, így a közvélemény kapásból elfogadja őket, hogy igen, ők erősségeink. És nem lesz az a kérdés, hogy honnan is származnak a felmenőik, vagy milyen más válogatottba is elmehet. Hál' Istennek, hogy nem kérdés, tök jó, hogy elfogadjuk a labdarúgás szintjén a társadalom is elfogadja, hogy jönnek külföldiek, és segítségünkre vannak. Tehát ez a nyitottság, ez máshol azért nem így van teljesen. Én csak azt mondom, hogy és ezt is már nagyon sokszor beszéltük ebben a műsorban is, hogy nehéz azért megmondani, hogy akkor most a magyar futball erejéről beszélünk-e, vagy egy jó koncepcióváltásról beszélünk-e, vagy miről beszélünk, mert például az akadémiákról azért most azt kellene, Szalai Ádám visszavonult, hát jöjjön az akadémiákról valami 190 centis, jól felépített testalkatában, képzettségében őt helyettesíteni tudó játékos. Na de a kérdőjelet már kiraktuk a műsorban, hogy ki lesz az. Igen, most egy kicsit az is eszembe jutott, hogy valamilyen a német válogatott ugrott be, ugye mindenki fel tudná talán sorolni az 1990-es évek elejének a német válogatottját, ugye Mateusszal az élen és a többieket. Bundesliga frizura fénykora, Augentaler most volt 65 vagy mennyi. De arra akarok kiukadni, hogyha most megnézzük a mostani német válogatott, illetve az elmúlt néhány év német válogatottjait, akkor azért ott is találunk ugye különböző nációkból érkező emberkéket, úgyhogy valószínűleg valamilyen szinten, nem is csak nálunk, de beszélünk Szilárd, mert a Rüdiger vagy a színesbőrű német játékosok azért németek, a német futball termékei, csak az országban nyilván bevándorló, az vagy oda, csak akár másod, harmad generációs külföldről származó emberek német utódai. Tehát nem ugyanaz teljesen a helyzet, én csak azt mondom, hogy tök jó lenne, hogyha most azt mondhatnánk, hogy Szalai Ádámnak van egy alternatívája, aki kikerült magyar játékosként, egyébként nyugodtan lett tőlem török bevándorló gyermeke, de a magyar képzés eredményeként bekerült a nemzeti csapatba. És ezt jelen pillanatban még nem láthatjuk, úgyhogy azért mondtam félig meddig poénosan, hogy akkor a skót felföldön nézünk körül megint. Hát ha. Valahol ez probléma nyilván, hogy az akadémiai rendszer még mindig nem tartott, bár sokat fejlődött azért a magyar futball utánpótlása is, hogy talán még mindig nem tartott, hogy csak úgy okádja ki magából a tehetségeket.
az is hozzátartozik, hogy aki meg úgy tehetségesebb, az még mindig inkább menekül külföldre, és ott pedig az viszont nagyon útvesztő lehet. Azért látunk nagyon sok példát arra, hogy 16-17 évesen kiment külföldre, hogy majd külföldre megcsinálja a karriert, és nem lett belőle semmi, és eltűnt a súlyesztőbe. Szóval itt még hiába az akadémiai rendszer fejlődése, szerintem ez ott is hibázik, hogy még a fiatalok még mindig azt gondolják, hogy nehogy jogosan vagy nem, az egy megint másik kérdés, hogy ki kell menni külföldre, mert hogy ott tudom megtanulni a foci rendes alapjait. Nekem nem tisztem megvédeni az akadémiákat, de azért mégiscsak a labdarúgó, amikor a pályán van, akkor rajta múlik. Tehát ezt szerintem azért ne felejtsük el. Hát én azt gondolom, hogy téged, ha rajtad múlna, se nagyon tudnának veszélyes csatárként bevetni a Szalai Ádám helyén. Hát dehogy is. Egyszer mondtad, hogy ballábast kerestek, és neked abból kettő is volt. Kettő is volt, igen. Szóval, szerintem ez nem csak az akadémiákon, meg az edzőkön múlik. Hát ez kell egy olyan alapanyag, aki szorgalmas, aki nem a bulit választja az edzés helyett, aki kimarad edzés után, és azt gyakorolja órákon keresztül, ami nem megy, vagy azt, ami meg, hogy megy, hogy még jobban menjen. Tehát szerintem ez is egy nagyon fontos összetett. Ha megint eljutok ilyen nemzeti karakterisztikához, mint a szurkolók, vagy a magyar fiatalok nem hajlandóan. Nemzeti karakterisztika. De tehát, hogy én amennyire tudom, van világszinten egy működő statisztikai, matematikai alapokon működő rendszer, amit mondjuk monitoroznak az MLS munkatársai, és megmondják, hogy itt ez a Kerkez, Milos, ezt nézd már meg, mert nagyon jók a mutatói. És azt mondja, aha, jó, szerintem ez jó lesz, akkor megpróbáljuk, és akkor valahogy beleilleszti a taktikába. Tehát ha én mondjuk Hódmezővásárhelyen vagyok futballista, és baromi jók a mutatóim, akkor lehet, hogy lesz belőlem valaki. Na de ha nem, a kérdés akkor nem. Hogy miért nincsenek Hódmezővásárhelyen ilyen mutatóval rendelkező gyerekek? Vagy miért nincsenek én azt mondom, hogy ez nem csak az akadémiákon, meg az edzőkön múlik, hanem a futballistákon, mert ők vannak ott a pályán, ők hozzák meg a döntést, nekik kell megnyerni a párharcot, nekik kell becsavarni a hálóba a labdát, nekik kell kivédeni a labdát, mondjuk ez azért megy a magyar kapusoknak nemzetközi szinten is többnyire, tehát hogy szerintem mert mindig, ha nem is mindig, most megint visszakanyarodunk a sztereotípiákra, de hogy az edző. Szerintem nem. A játékoson nagyon-nagyon-nagyon sok minden múlik. Én azt gondolom, ez a szülő-gyerek kapcsolat, tehát lehet azt mondani, hogy a gyerek hülye élből, meg a gyerek csavargó lesz, meg a gyerek semmire kellő, azért ott mindig a szülői, meg az iskolai háttérnek van ehhez köze. Tehát én nem gondolom, hogy bárkitől számon kérhető, hogy miért nincs olyan szinten, mint mondjuk a német fiatalok, akinek nem volt olyan edzője, hogy olyan szintre vitte volna fel, hiszen azért de alapvetően nem számon kérek, én csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy siker legyen, ahhoz nem csak akadémia meg edzőkkel, hanem kell egy focista. Na jó, hát nem sok időnk maradt, akkor nézzünk egy olyan sportágat, ahol szintén van egy akadémiánk, és valamiért, nem tudom, hogy miért, lehet, hogy jégkorongban egyébként tehetségesebb nemzet vagyunk, mint futballban, de oda be tudnak kerülni fiatalok akár a Fehérvár kapujába, akár a csatársorába, és tudnak gólt ütni, vagy tökéletesen védeni, ugye, akár Bajnokok Ligája, akár Osztrák Liga mérkőzésen. Ezzel együtt, most, hogy túl van ugye 4 bajnokin az Osztrák Ligában a Hidro Fehérvár AV19, egy ilyen 2-2-es mérleg van, és hát túl vagyunk egy tapasztalatot hozó sikerélményt, nem annyit Bajnokok Ligája kezdeten, ugye. Hogy látjátok, ez a 2-2-es mérleg, így egy győzelem idegenben egy vereség, egy győzelem itthon egy vereség, ez milyen volt? Zsombor, gondolom, te láttad leginkább test közelből. Nyilván sokszor mondtuk már, hogy a szurkolóknak ebben a szezonban nem lesz elég az akármi, de még lehet, hogy a jó sem mindig. Ehhez képest nyilván mondjuk az, hogy a Ljubljanától kikapunk itthon, az nem volt a kedvükre azért. Viszont tegnap legalább egy jó harmadik harmadot láttunk. Hát egyre kicsit hullámzóbb a játék, de mondjuk Salzburgba ki lehet kapni, azért tavaly sem nyertünk egy bajnokit se Salzburgban, nem hiába ők lett az aranyérem. Azt a Kevin Konstantin is elmondta, hogy egy dolog idegesíti, hogy mióta itt edző, még Salzburgban nem tudott nyerni.
Reméljük ez bekövetkezik majd idén. Én sem éltó ember, akinek ez az egy problémája van az életben. A Juve elleni hazai veresség ott nagyon sok hibával játszott. Volt azért 3-4 hiányzó is, akik azért a Fehérvár szintjén komoly hiányzók, akár az Erdély család, a Nilsson hátulról. Szóval ott azért az meglátszódott, hogy ott kicsit kevesebben vagyunk minőségileg. De viszont tegnap pont volt a második harmad végén egy 3 perces ilyen rövid zárlat, amikor meg is fordított a meccset az osztrák együttes. Szerintem ott azért szünetbe kaphattak a fejükre a fiúk Kevintől, mert ott olyan utolsó harmadot produkált a volán, hogy ott a horvát domának védeni nem kellett a másik oldalon, vagy alig akadt dolga. Tehát olyan szinten ugye egy 4-0-ás utolsó harmaddal a volán megfordította a meccset, hogy az azért az már a tavalyi szezont idézte. Nem lesz ez rossz, azért látszik, hogy próbál kicsit új sorokat is összerakni a szakmai stáb, de az mindenképpen pozitív, hogy a Horváth Dominika az nagyszerű teljesítmény, nem csak a BL-ben, hanem az osztrák ligában is, ne felejtsük el, amikor ő véd, akkor nyer eddig a csapat. Hát nem róla érdemeit. Megvan az új kabala. Igen. Beszéltünk róla, mert egyébként te hogy látod, hogy most akkor itt el is dől ez a kapus kérdés? Azért az, hogy hozunk egy ilyen nagyon rutinos külföldi kapust, nyilván első számú kapusnak gondolja mindenki, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy Horváth Dominik tud stabilabban jó teljesítményt lerakni. Fog-e úgy dönteni Konstantin, hogy akkor ő lesz az első számú kapus? Hát még azért szerintem november-decemberig el fog menni úgy, hogy egyiket egyik véd, a másik következő meccsen a másik véd. Nyilván, ha csak valamelyik nagyon nem elkapja a fonalat, vagy nagyon rosszul véd. Azért róla a teljesítménye is a BL meccsek óta javult, tehát Salzburgban az egyik gólban mondjuk kicsit benne volt, de itthon a Juve ellen jól védett, tehát ott az első harmadban nagyon rosszul játszott a Fehérvár, és ott róla tartott a meccsbe a csapatot. Szóval szerintem mindig csak rosszul jött ki neki egyelőre, hogy vele még ugye nem nyertünk ebbe a szezonba. Nem tudom, szerintem nem biztos, hogy rossz lesz, mert azért emlékezzünk vissza, a Tironán sem kezdett olyan acélosan. Tehát a november-decemberig a Kornakerrel folyamatosan váltogatták egymást, és még a Dani jobb teljesítményt is nyújtott. Szerintem novemberig eldőlhet a Róla sorsa, hogy egyrészt, hogy akár mondjuk nem keres-e stabilabb külföldi portást helyére a vezetőség, bár ezt kevésbé tartom valószínűleg, vagy akár az, hogy a Horváth Dominik lesz az első szám, kimondott első számú kapus. Uh-huh. Szerintem a rájátszás tagság az sima liba. A magyar kupa a nagy kérdés szerintem a szezonban is. Hát az a jó, hogyha végre sikerül megnyerni a magyar kupát, akkor lehet mondani, hogy már többet ért el a csapat, mint az előző idényben. Igen, és illetve az a szurkolók legyenek szívesek a kis sikereket is megbecsülni, mert jó, hogy Salzburgban még nem nyert Konstantin, de a Debrecent kéne már egyszer megverni. Igen, nehogy azon is idegesítse magát, hogy még nem sikerült magyar kupát nyerni, mióta itt van. Jó, meglátjuk. Hát tényleg csak annyi időnk maradt, hogy egy-egy mondatot kérdezzek tőletek. Manchester United lesz? Nem fogjuk behozni, bármennyire is mondta Szilárd, hogy köszi, lett ilyen téma. Viszont visszavonult Roger Federer, már fél szóval említettük, és bevallom nekem ez személyesen nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, mert nagyon kevés olyan sportoló van, akit életemben annyira tiszteltem, annyira szerettem a játékát, és annyira tudtam neki szurkolni. Az egyetlen előtte egyébként Stefan Edberg volt, aki egy időben edzette Federert, és akkor az egy számomra egy csúcs időszak volt. Szóval gondolom egy kicsit, ha nem is megkönnyéztétek, de ti is sajnáljátok, mert azt gondolom, hogy az egész egyetemes sport egyik legnagyobb ikonja vonult vissza. Hát az biztos. Tehát én az én fiatalabb korom, vagy a gimnazista éveimben, még szerintem hétvégén a lecke mellett néztem a Federer meccseit, akár egy jó Federer Nadal, egy jó Federer Djokovic még, és az volt a hihetetlen, hogy úgy elszaladt az idő, hogy én emlékeztem arra, ugye a Federernek ugye két iker gyerekei van, tehát iker gyerekei vannak, és régen volt egy ilyen fotó, hogy ugye nagy keze volt a Federernek, és ott volt a két iker, kis csöpség. Most meg már ott voltak, mint 8-10 éves lányok, meg idősebb gyermekek. Szóval nagyon durván elment az idő, és hát sajnos az idő ellen ő sem tud már mit tenni. De ahogy Szalai Ádám sem kezdett szilált, hiába gondolod, hogy még ott elférne a pályán. De szerintem ez egy nagyon szép pillanat volt, amikor a Federer és a Nadal egymás mellett ült a meccs után, és jöttek egymás vállán zokogtak, egymás kezét fogva. Tehát ez szerintem ez mindent elmond kettejük kapcsolatáról.
Ilyen nagy teniszbarát vagyok, most már veled együtt, Zoli, ugye néha azért lejárunk ütögetni. Kettő közül én ütöm egy kézzel a fonákot, tehát én vagyok közelebb Féderelhez. Igen, én Nadalos vagyok, megmondom őszintén, de Féderet mindig is csodáltam olyan szinten, hogy az ember nézte, szerintem mindenki úgy van vele, hogy nézte a játékát, és ott csinálja, nem hiába ugye az egyik svájci óra márkának az arca, hogy olyan pontosan játszik, és olyan lazán, hogy rajt meglátszik, hogy kifárad, de olyan lazák az ütései. Hogyha sprintelni kell, esprintel és visszaüti lehetetlen szögekből a labdát, lehetetlen szögekbe. Ugye mondjuk Nadal az én kedvenc, mert teljesen más játékstílust játszik, mert rajta látszik, hogy egy kicsit meg kell feszülni azokért a pontokért. Egy picit ez a Cristiano Ronaldo-Messi párhuzam van, hogy Ronaldo Nadal és Messi pedig Federer, mennyire pontosan igen. És precízen, és él, tehát kis súlyból tudnak játszani ezek az emberek. Nadal nagyon nagy játékos, én nagyon sarkítva és nyilván Federer fanként szoktam azt mondani, hogy amit Nadal nagyon tudna, arra nincs szüksége Federernek. Mert Federer soha nem látta se vicsorítani, se odarohanni, se kepeszteni. Ő valahogy ott volt. És hogyha ott volt, akkor az ő kezére jött a labda, és nyilván nem azért, mert szerencséje volt. Úgyhogy, de hát tényleg két óriási bajnokról beszélünk, úgyhogy most egy... Hát igen, köszönet a... Boldog évekért, kedves. És lehet, hogy neki nem is volt edzője, hanem ő játékosként mindig így jó volt, tudod, tehát, hogy a játékosom múlik. Edzeni se kellett. Amúgy engem mikor visztek el teniszezni, mert már múltkor már jeleztem, de azóta se vittetek. Én is várom meghívott. Pedig... Várjuk, hogy beleöregedjük. Elmegyünk négyen, így akkor párosozunk egyet. Úgy olcsóbb is, persze. Na, én akkor mi elmegyünk teniszezni. Az ATP-n azért ott lennék a top, mit tudom én, 4780-ba. Megnézem, hogy kepesztesz egy sarokba kitett labdáért. Majd meg is nézem. Na, majd lehet, hogy akkor a következő adásban megbeszéljük, ha egyszer eljutunk teniszezni. Most arra köszönjük a figyelmüket, és köszönöm, hogy itt voltatok. És akkor egy hét múlva jövünk ismét, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.